talán sokatoknak feltűnt, hogy kialakítottunk, legalábbis igyekeztünk kialakítani egy védett területet a színpad előtt, ahol kifejezetten rokkantaknak akartunk lehetőséget nyújtani, hogy a tömegtől egy kicsit védettebb helyzetet. Itt meg az Orbán! Agyilag rokkant! Orbánnak kupa helyet! Kupa helyet Orbánnak! Agyilag fontosnak tartjuk, rokkant! Hogy figyeljünk egymásra. Kezelik! Mert főleg a mai viszonyok között bárkivel bármi történhet egyik napról a másikra. Szalai József következik a Rosta Rokkant mozgalomtól. Kedves barátaim! Tüntettünk már a demokratikus értékrenden belül a sajtószabadságért, az internet szabadságáért, a tanszabadságáért. A szólás szabadságért is nagyon helyesen. De a demokráciának egyik legfontosabb szegmenséért, az esélyek egyenlőségéért még nem. Azért, amíg 3,3 millió mély szegénységbe sodródott hajléktalanért, munkanélküliért, rokkantért, a minimálbérrel kizsákmányolt dolgozók százezreiért, az etnikai jogok miatt támadásoknak kitett emberekért, és a több százezer éhező gyermekért még nem tüntettünk. Közelebb a mikrofonhoz! Közelebb a mikrofonhoz! Közelebb a mikrofonhoz! Minden magyar felelős, minden magyarért, harsogta Orbán Viktor több beszédébe is. Mi is magyarok vagyunk, magyar állampolgárok, akik ameddig az egészségünk engedte, kemény munkával és befizetett adónkkal szolgáltuk meg, hogy rokkantá válásunk esetén a társadalom gondoskodjon rólunk. A hatalom ettől a jogunktól fosztott meg bennünket, mikor 2012. január 1-től erővel elvette a rokkant nyugdíjat tőlünk. A csalónak, hogyha utasnak állították be. Rengeteg sorsásunkat lökte ki a hatalom az úgynevezett munkavilágába, súlyosan betegen, oda, ahol egészséges emberek számára sincs elég munka. Ezekre az emberekre lassú halál vár. Gyógyszereiket nem tudják kiváltani, rezsüket nem tudják fizetni, hiszen még enni sincs miből, és fűteni sincs miből. Emberi sorsok dőlnek romba. A legfontosabbat vették el a rokkantaktól, a létbiztonságot és a hazába vetett hitet. Mértékadó becslés szerint ennek a politikának napjain közvetlen vagy közvetett következményeként több mint 30 ezer sorstársunk halála szárad a kormány lelkén. Az elmúlt újabb kormány döntései további katasztrófákhoz vezetnek. Egyik csak szerényen kértük, most követeljük emberi jogainkat! Jöttünk ki erre a térre. Nem fogadjuk el, hogy a rossz gazdaságpolitika árát a szegényekkel fizettessék meg. Míg a nép egyharmada konkrétan éhezik, addig mások milliárdos tételeket felejtenek ki a vagyonnyilatkozatukból.
szavainak adott bizalmat a választó, hanem az ország felelős vezetőinek. És mi történik? Miközben elképzelhetetlen a nyomor, addig nagyuraink dőzsölnek és hűvéreket osztogatva egymásnak herdálják el az ország vagyonát, osztogatják a földeket, a zsúlyos extra jövedelmeket biztosító állami megrendeléseket. Trafik és földmutyik, mutyi, mutyi által! Ne felejtsük el, hogy a Orbán kormány nem csak ok, hanem következmény is. Itt több kell, mint kormányváltás, itt új rendszerváltásra van szükség. Még egyszer ne kerülhessünk félfeudális viszonyok közé, hogy előre és ne hátra haladjunk a történelemben. Ezért örülök a sok fiatalnak, mert látom, hogy lesznek, akik ezt a munkát végrehajtják. Tiszta fejjel, tiszta hittel és a társadalom iránt érzett felelősséggel, humanizmussal és tisztességgel. Én bízom bennetek! Tiétek a jövő! Gyertek velünk!